más, mint testület tagok. Egy ilyen másfél órás beszéddel készültem, és most azt hiszik, hogy viccelek. De az az igazság, hogy itt teremben elég sokan vagyunk, akik hát másfél órát, de legalább másfél napot, másfél hónapot is képesek lennénk beszélni a cigány kultúráról és annak az értékeiről, mert hogy megérintett minket. Ez egy függőség, egy nagyon-nagyon jó függőség, mert hogy ha az embert megérinti, ha megérinti a szívét, a lelkét, akkor utána már elkezdik keresni. Ugye szokták mondani a kultúráról, hogy őrizni meg ápolni kell. Nálam okosabbak viszont azt mondták, hogy ez nem betegség, és nem beteg, hogy ápoljuk. Nem is ápolásra van is szükség, én azt gondolom, hanem mindent, amit szeretünk, azt meg tudunk őrizni. De ahhoz, hogy szeressük, ahhoz ismernünk kell. Kicsit hasonlítanám egyfajta szerelemhez, mert hogy ahhoz tudom hasonlítani, vagy barátsághoz, mert hogy azt tud barát lenni, és azt tudjuk megőrizni, amit megismertünk. Ha nem ismerjük, akkor nem tartjuk fontosnak. Hát ilyen dolog a kultúra. Ha nem ismerjük, nem tartjuk fontosnak. Ha ismerjük, akkor meg már el se tudjuk képzelni, hogy eddig miért nem szerettük, miért nem beszéltünk róla, miért nem beszélgettünk róla, miért nem mentünk utána, miért nem néztük a kiállítást, és csak sorolhatnám tovább. És a Cifra Központ, amiről itt már néhány szóban beszéltek előttem, illetve hát nyilván ez vesz körül minket, hiszen a Cifra Roadshow. A Cifra Központ az egy olyan épület lesz, ahol ezt a kapcsolatot, ezt a barátságot, ezt a szerelmet el lehet indítani. Meg lehet ismerni, meg lehet szeretni, és megérintheti az emberek szívét. És nem csak a nem romákét, mert hogy roma kultúráról beszélünk, és arra gondolunk, hogy hát a nem roma honfitársaink ismerik meg a roma nemzetiség kultúráját. Ez igaz, de az is nagyon fontos, hogy igenis a magyarországi cigányság is emelt fővel legyen büszke a saját kultúrájára, úgy, ahogy itt mögöttem állnak ezek a fiatalok, és régebb volt a fiatalok, és büszkék a saját kultúrájukra. Bízunk benne, hogy egyre több ilyen ember lesz az országban, és hogy ehhez mi segíteni tudunk. Például akár egy épülettel is, de amíg nincsen épület, addig azzal, hogy körbejárjuk az országot, és ezt az értéket, ami még azt gondolom, hogy kicsit rejtett, kicsit el van bújtatva, de létező, nem azt jelenti, hogy nincs, hanem azt, hogy talán háttérben van még, ezt az értéket az egész országban meg tudjuk mutatni, kicsit végig vándorolva, mondhatnám, hogy ekkor szekérrel, de azért azzal talán már nem, de mégis végig vándorolva az egész országot, láttathatjuk azt is, ami eddig el volt rejtve. A zene, a tánc, az valójában lehet, hogy jobban ismert, de még azért emellett nagyon sok olyan művészeti irányzat van, akár például a festészet, ami nem elég rangos még, nem kap elég elismerést, de számos ilyen egyéb irányzat van, akár csak a színház, de még akár bábszínházat is említhetnék, vagy táncművészet például, amiről nem az jut az emberek eszébe, hogy az roma kultúra. Hát pedig az, pedig van ilyen, létezik, szeretnénk bemutatni. Ez a mostani kiállítás nagyon jó nevet kapott. Sajnálom, hogy nem én találtam ki, de nagyon gratulálok a kitalálójának, akit el is árulok, hogy Káli Horváth Kálmán, hiszen ő maga is kiállít, és ő maga is festőművész. És a színenergiák, bárhogy is olvassuk, tényleg pont azt tükrözik, ami az üzenete ennek a rendezvénynek is, és majd a Cifra Központnak is. Olyan új energiák tudnak majd felszabadulni ebben az országban, hogyha nyitottsággal, barátsággal fordulunk egymás kultúrája felé, ami azt gondolom, hogy még mindig ott rejtőzik, de nem indult el. Ezek új energiák. Csak gondoljunk arra, hogy tényleg egy barátsági kapcsolat milyen új erőt tud adni egy embernek, egy országnak micsoda energiát és erőt tud adni, hogyha ismeri a cigányságának, a saját nemzetiségének a kultúráját. Néhány szót azért szólnék az épületről, mert úgyis érdekli az embereket, és azt gondolom, hogy fontos is, hogy egyáltalán hova fog beköltözni ez a kultúra, hogyha már
annyit keremtünk az országban, hogy a végül haza tudunk érni, és megépült az épület. Tavaszmező utca 6, Budapest. Végül is budapesti helyszínre esett a választás, hiszen az a legelérhető. Ez pedig egy műemléképület, ami egy gyönyörű terv alapján kiegészül, és egy modern központ lesz belőle. És hogy miért Cifra a neve? Mert lassan megszokjuk, mi már megszoktuk a mi fülünk, hogy Cifra központ. Cifra Györgyről kapta a nevét, aki példakép a romák előtt. Nem csak azért, mert zongorista és művész, mert az is fontos, hogy olyanról kapja, aki önmaga és a kultúrát őrizte, továbbvitte. Hanem azért is, ahogy szerette ezt az országot. Ahogy szerette a saját nemzetét, ahogy nem tett különbséget cigány és nem cigány között ő maga, hanem igenis ezt az országot, ezt a sorsot élte, és ezt segítette. És még néhány szót hagy szóljak arról, hogy ha már egyáltalán példakép, akkor miért pont ezzel a kiállítással van ez összefüggésben. A példaképek azért fontosak, mert szeretnénk, hogyha látnák, igazából a fiatalokat szoktuk említeni, de azt gondolom, hogy mindenki, hogy vannak olyan élethelyzetek, amiben igen, meg kell küzdeni. Vannak olyan élethelyzetek, amikor bizonyítani kell, sajnos akár méltatlanul is, mert nem biztos, hogy bizonygatni kéne valakinek a művészeti értékeit. Azt viszont tudjuk, hogy a magyarországi cigányság esetében nagyon sok energiát és erőfeszítést igényel az, hogy a fiatalok érhető, jó életet éljenek, hogy a tanulásuk eredményre jusson, és önmagukat becsüljék. Cifra György ebben is példakép volt, hiszen tényleg szegénységből indult, saját erejéből jutott oda, ahova jutott, tudásával, szorgalmával, és nem tudom, és sose tagadta meg ugye a cigány származását, hanem büszke volt rá. Ezek a képek és ezek a festmények szintén azért lehetnek fontosak, mert olyan emberek festették őket, akik a maguk módján példaképekként tudnak állni mindenki előtt. Legyen az fiatal, legyen az idős. Ez az egyik nagy üzenete talán ennek a roadshow-nak, amellett, hogy a roma kultúrát is visszük, hogy van értelme. Van értelme a küzdésnek, van értelme annak, hogy keressük a támogatókat, és elfogadjuk azt a segítséget, amit mások felajánlanak, és együtt csináljuk végig. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm Bia Torbágynak, hogy ennek a roadshow-nak, ami az őszi roadshow az első helyszíne lehetett, és befogadták. Én örülök, hogy igazgatóasszony ezt megtiszteltetésnek veszi. Én nagyon szeretném, hogy máshol is, bárhová megyünk az országba, így beszéljenek róla. És egy dolgot még hagyom nincsenek meg, hogy mitől különleges az őszi roadshow, attól még, hogy itt a gyerekeket és az iskolásokat meg fogjuk szólítani. Eddig a fiatalokat, a felnőtteket szólítottuk meg, koncerteken, fesztiválokon, a Művészeti Tanácsadó Testület tagjai javasolták a helyszíneket, és tényleg azt kell mondanom, hogy nagyon sikeres volt. Nyitottságot tapasztaltunk, odafigyelést. De nekünk van egy feladatunk, hogy a legkisebbeknél olyan lehetőséget teremtsünk, hogy őket minél hamarabb megérintse, az ő szívüket minél hamarabb elérje a roma kultúra csodálatos érzése, és az a lehetséges barátság, ami akár egy roma és egy nem roma gyerek között tud szülődni. Ez feladatunk, ez magától nincsen, ezt nekünk kell csinálni, nekünk kell szervezni, hogy itt Bia Torbágyon is az iskolások ide fognak jönni, látni fogják, és igazgatóasszony bólogat is, igen, részesei lesznek egy olyan élménynek, aminek talán eddig még nem voltak, tehát gazdagabban fognak hazamenni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek még egyszer, és aki csak tud, az jöjjön velünk minden helyszínre, messze van egymástól a négy helyszín, ez igaz, de hát azért ebben az országban nagyon sok szép város van, hova érdemes elmenni, úgyhogy érdemes elmenni a következő helyszínekre is. Köszönöm szépen!